Hatalmas tér, rengeteg új játék, lehetőség szerepjátékokra és egy dühöngő. Minden gyermek álma az, hogy játszóházba vigyék. Ez a lehetőség adatott meg a Székhely óvoda egyik csoportjának, akik a szüreti felvonuláson az alma köré építették koncepciójukat. Elképzelésük akkora siker lett, hogy a zsűri őket hozta ki első helyezettnek. Hölgyeim és uraim, a 2024-es szüreti vigalmon a jelmezverseny győztese... Kis csendet, mondanám, doppergés? Vagy doppergés. A Székhely óvoda. A győztesek nyereménye volt egy játszóházi délelőtt, amelyet a napokban használtak ki a székhelyi óvodások. Nagyon boldogok voltunk, hogy újra elnyerhettük ezt a díjat, hiszen az elmúlt évben is mi nyertük el ezt a különleges díjat, és hogy eljöhettünk ide ebbe a játszóházba, köszönjük szépen a felajánlást. Nagyon örülünk neki, mert minden korosztály megtalálja itt magának a megfelelő játékot. Most is több korosztály van itt velünk, hiszen vegyes életkorú gyerekek járnak az óvodába, úgyhogy a 3 évestől a 6 éves korig minden korosztály megtalálható most itt. Szerepjátékokat játszhatnak, mozgásos játékok vannak, trambulin, úgyhogy minden. A nyereményt egy kazincbarcikai játszóház tulajdonos ajánlotta föl, aki szülőként gondolta úgy, hogy a gyermeknek a legnagyobb ajándék az, ha játszhat. Tovább gondolva pedig, ha olyan játékokkal teheti mindezt, amelyek nincsenek még otthon sem. Mert ugye nem minden gyereknek van otthon gyerekszobája, nem minden gyereknek vannak otthon megfelelő és mennyiségű játékai. És innentől kezdve az volt a fő motiváció, hogy igazából egy kicsit nagyobb gyerekszobát varázsoljunk ide, úgyhogy ezért vannak a szerepjátékok, kicsit nagyobban, hogy a szülők és a gyerekek együtt is tudjanak benne játszani. Lejövök, hete! Az újszerű élményekben pedig nem volt hiány. A kisfiúk a piacon árultak, pénztárgépet és pénzt kezeltek, de a lányok is megrohamozták a dühöngőt, ahol biztonságos körülmények között égették el fölös energiájukat, és próbálhatták ki az összes számukra új játékot a nekik kialakított Mosoly szigetén.